Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Legnagyobb ünnepünkön, Húsvét vasárnap, nagy örömmel és szeretettel köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit. Ezt a napot az Úr Isten adta, örvendjünk és vigadjunk rajta. Az egész világ nagy örömmel ünnepli Krisztus feltámadását, a győztes királyt köszöntjük, aki legyőzte az bűnt és a halált, ahogy az Apostol Televízió jelmondata is figyelmeztet bennünket. Jézus Krisztus az Úr, feltámadt Urunkat köszöntjük Húsvét vasárnap az ünnepek ünnepén. Azért gyűltünk egybe a Szent Péter téren lélekben, az itt lévőkkel együtt, hogy meghallgassuk Ferenc pápa Urbi et Orbi áldását és üzenetét, amelyek nagy ünnepeken ad Rómának és az egész világnak. Az Urbi et Orbi áldás érvényes mindazok számára is, akik televízió vagy rádió útján vagy internet segítségével kapcsolódnak az adáshoz. Az apostoli áldás a pápa által adott különleges áldás. Ennek a legünnepélyesebb fajtája az Urbi et Orbi áldás, amelyben most részesülni fogunk. Húsvétkor és karácsonykor adja a pápa a városra, azaz Rómára és a világra. A mai naptól kezdve, nem az úrangyal, illetve tegnap estétől, nagyszombat estétől, nem az úrangyalát imádkozzuk, hanem a Regina Cheli, a mennynek királyné asszonyával köszöntjük a szűzanyát. A ma délelőtti szentmise végén Ferenc pápa már elimádkozta a szűzanya köszöntésére ezt az ősi himnuszt. Most Ferenc pápa üzenetét fogjuk meghallgatni, amelyet az egész világhoz intéz, és részesülünk áldásában. A Regina Cheli himnusz szerzője egyébként ismeretlen, de a legenda szerint Nagy Szent Gergely pápa egy húsvét reggelen angyaloktól hallotta énekelni az ima első három sorát, miközben egy szertartás keretében mezítláb haladt a Szent Lukács evangelista által festett szűzanyát ábrázoló ikon mögött. Ekkor isteni sugallatra tette hozzá a negyedik sort. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhetben hordozni méltó voltál, alleluja, amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz, Mária, alleluja, mert valóban feltámadott az Úr, alleluja. A szűzanya öröméhez kapcsolódunk, és mi is köszöntjük győztes királyunkat a mai napon. A harang a győztesnek, a megváltó Krisztusnak szól, és erősítsen meg minket is a tudat, mi a győzteshez tartozunk. O győztes királyunk, légy irgalmas, énekeltük a húsvéti szekvenciában. Ferenc pápa üzenetét várjuk, és nyitott lélekkel fogadjuk áldását. Imádkozunk Ferenc pápáért, a Szentatya szándékára, és a Szentatyáért, és az Egyházért, a teljes búcsú kegyelméért. A mai evangélium Szent János könyvéből való. A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Péter és János együtt futottak, de János előbbért oda, de nem ment be, bement először Péter, tisztelték már akkor is Péter elsőségét, hiszen ő a szikla. Másodikként belépett Szent János is, aki látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. A Szent Péter tér közepén az obeliszket látjuk, amelynek tetején a kereszt áll, és amely Krisztus Szent keresztjének egy darabját tartalmazza. A vértanúk hősiességére is emlékeztet bennünket Krisztus feltámadása, hogy bátor lélekkel tegyünk tanúságot Krisztusról, aki feltámadt Úr és él. A világ számos országában, televízió csatornájában most hallgatjuk a Szentatya szavait, és fogadjuk áldását.
Tegnaptól újra énekeljük az Alleluját és a dicsőséget. Dicsérjétek az Urat! Az ősegyháztól kezdve nagyon kedvelt énekez, főként a húsvéti időben. Dicsérjétek az Urat, aki feltámadt értünk. A vatikáni himnusz és az olasz himnusz egy-egy sorával kezdődik a tiszteletadás. Először a pápai himnuszt halljuk. Kedves testvéreim, áldott húsvétot! Jézus, a megfeszített, feltámad, eljön azok közé, akik sírnak, akik és be vannak zárkozva otthonukban, és aggodalommal vannak telve. És azt mondja nekik, békesség nektek, megmutatja a sebeit a kezén és a lábán, az oldalán, nem szellem, épp ő az, ő maga, Jézus, aki a kereszten meghalt, és sírba helyezték. A hitetlenek szeme előtt a tanítványok, szeme előtt megismétli, békesség nektek. Ezt ismétli nekünk is most ezen a háborús húsvéton, túl sok erőszak, túl sok háború, a mi szívünket is aggodalom tölti el, miközben oly sok fivérünk és nővérünk kénytelen bezárkozni a házakba, hogy védjék magukat a bombáktól. Nehezünkre esik valóban elhinni, hogy Krisztus valóban föltámad, hogy valóban legyőzte a halált. Talán valami illúzió ez?
a mi képzeletünknek a Non è terméke. un'illusione. Nem, nem Forse più illúzió che ez, mai nem ci képzelet. suona Ma l'annuncio sokkal pasquale, inkább, mint tanto máskor caro felhangzik a all'Oriente húsvéti cristiano. hirdetés, Cristo úgy è mint nyugaton, risorto. mint keleten, Krisztus Revelamente è feltámadt. risorto. Ő valóban feltámadt. Oggi più che mai abbiamo Ma, bisogno di Lui jobban, mint al valaha, termine di una quaresima che sembra non voler egy olyan finire. nagy bőjt végén Abbiamo alle vagyunk, spalle amelyről 2 anni azt di hittük, hogy pandemia sosem ér che hanno véget, lasciato két segni év pesanti. világjárvány után, Era il amely momento di uscire súlyos insieme dal nyomokat hagyott tunnel, maga után, mano nella mano, kéz mettendo a insieme le kézben forze sikerült del kijönni az risorto. alagútból, E invece még akkor stiamo is, hogyha kevés dimostrando che in erőforrásunk noi volt non c'è hozzá, és ancora lo spirito, megmutatjuk, hogy che in noi c'è ancora. bennünk Non c'è ancora lo van spirito még, di Gesù. C'è hogy nincs ancora még lo bennünk spirito di eléggé Caino che guarda a Jézus bene lelke, non Jézus come un szelleme, hanem fratello, Káin ma szelleme come un van rivale che bennünk, pensa aki come nem testvér lát a rivale. másikban, hanem ellenséget, Abbiamo és arra bisogno del gondol, hogy crocifisso hogyan risorto per távolítsa credere el. nella vittoria dell'amore, per sperare nella Feltámadottra riconciliazione. kell tekintenünk, hogy Oggi più che reméljünk mai a abbiamo szeretetben bisogno és a di Lui che kiengesztelődésben, venga in mezzo a jobban, noi mint valaha e ci dica szükségünk van rá, aki ancora eljön közénk, és azt pace a mondja, voi. újra Solo Lui békesség può farlo. nektek. Csak ő Solo tudja Lui ha il ezt diritto megtenni, oggi ad csak annunciarci neki la van pace. joga ahhoz, hogy a Solo békét Gesù hirdesse. che Csak porta le Jézus az, piaghe, le mert nostre piaghe. Quelle sue sebeket piaghe sono visel, a nostre mi due sebeinket volte. viseli. Ezek a Nostre mi perché sebeink procurate a kétszer noi is, da azért, noi, mert dai nostri peccati, a dalla mi nostra durezza di bűneink, cuore, a mi dall'odio szívünk fratricida. keménysége, E a nostre perché testvérgyilkos Lui le gyűlölet porta per okozta noi, nekünk, non és le ha a miénk cancellate azért dal suo is, corpo mert glorioso. miattunk vette Ha fel, voluto nem tenere törölte noi el ezeket a in sé sebeket, megdicsőült per testvén, sempre. hanem magával akarta tartani örökre. Sono un sigillo incancellabile del suo amore per noi. Törölhetetlen pecsétjét Un'intercessione hagyta perenne perché il Padre ennek, Celeste le veda e abbia azért, mert a misericordia di mennyei atya, noi e del mondo intero. hogy lássa Le ezt a mennyei piaghe atya nel és corpo az di egész Gesù világ. risorto Jézus sono il segno feltámadt della testén lotta a che Lui ha sebek, annak a combattuto harcnak e az vinto per eredményei, noi amelyet ő con l'arma legyőzött és dell'amore. Perché noi vívott possiamo avere győzelemmel pace, értünk, a szeretet harc, essere hogy nekünk pace, békességünk legyen, vivere in békében pace. legyünk, és békében éljünk. Guardando quelle piaghe gloriose, i nostri Ezekre a occhi dicsőséges incredulo si sebekre aprono, tekintve i hitetlen nostri szemeink cuori induriti si megnyílnak, schiudono e megkeményedett lasciano szíveink entrare l'annuncio megnyitnak, pasquale. és befogadják a Pace a húsvéti voi. üzenetet. Békesség nektek! Fratelli e sorelle, lasciamo entrare la pace di Testvéreim, Cristo nelle nostre hagyjuk, hogy vite, nelle nostre Jézus Krisztus case, békéje belépjen az nei nostri életünkbe, az paesi. otthonainkba, az országainkba. Sia pace per la martoriata Ucraina, Legyen béke a così megkínzott duramente provata Ukrajnában, dalla amelyet oly violenza keményen e dalla megpróbál az distruzione della erőszak guerra és a crudele e háború insensata rombolása, amely in cui è kemény stata és trascinata. érzéketlen, amely megkínozza őt. Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto una nuova alba di speranza. Az új Si remény scelga la hajnala pace, mutatkozik meg. si smetta Válasszuk a di mostrare i békét. muscoli mentre la gente soffre. Ne Per az favore, izmainkat mutogassuk, per miközben favore, az emberek non szenvednek. abituarci alla guerra. Kérem szépen, ne szokjunk Impegniamoci hozzá a tutti a háborúhoz. chiedere la gran pace Kötelezzük el magukat, mindannyian, dai hogy hangos balconi e szóval per le kiáltsunk a strade. békéért, Pace. az erkélyekről és Chi ha az utcákon responsabilità delle békét. nazioni ascolta il grido di A pace della gente. Az országok Ascolta i gianti e felelősétől azt tanti kérem, hogy domanda hallgassák meg posta az dagli emberek scienziati kiáltását, quasi az 70 anni embereknek fa. a kérését, Metteremo fine al amelyet genere 50 umano éve o kérnek, l'umanità saprà rinunciare alla guerra? vagy le tud Metteremo mondani az fine emberiség a al genere háborúról, umano o vagy l'umanità vége lesz saprà az rinunciare alla emberiségnek, guerra? vagy az emberiség le tud mondani a Porto nel háborúról. cuore tutte le numerose vittime ucraine, Minden, i azt a milioni di számos rifugiati e ukrán disperati interni.
áldozatot a szívemben hordom, divisi, azokat, akiket menekülniük kellett, soli, az időseket, akik egyedül maradtak, spezzate, a széttöredezett életeket, akik egyedül maradtak. O negli occhi lo sguardo dei bambini rimasti a gyermekek e che fuggono szemébe dalla nézek, akik árvák maradtak és menekülnek a háború elől. Ha erre tekintünk, akkor nem lehet, hogy kiáltásuk és fájdalmunk előtt elfordítsuk fejünket, sem a többi gyermek fájdalma elők, akik annyian szenvednek a világon, és nem kapnak gondoskodást, ápolást, akik visszaélések és erőszak áltozatai, akiknek nincs joguk megszületni sem. A gyűlölet és a háború folyamán nem hiányoznak a bátorító jelek sem Európa sok országban, akik megnyitották a kapuikat a menekülteknek. Ez a mi társadalmunkban tiszteletet érdemel, amelyet annyira megjelöl egyébként az önzés és az egoizmus, hogy mindenki számára befogadó legyen. Az európai konfliktus arra ösztönöz bennünket, hogy más fájdalommal teli szenvedések látán is könyörületesek legyünk, amit a világ más részein látunk, és amelyekről nem lehet megfeledkezni. Legyen béke a Közel-Keleten, amelyet konfliktusok és megosztások jellemeznek. Ezen a dicsőséges napon kérjünk békét Jeruzsálemnek, és mindazoknak, akik szeretik őt, a keresztényeknek, a zsidóknak, a muzulmánoknak. A szent városban tudjanak egybegyűlni a palesztinokkal együtt, hogy megtapasztalják a béke szépségét, testvériségben éljenek, és a szent helyeket meglátogatni mindenkinek, a kölcsönös tiszteletben tartásával. Legyen béke és kiengesztelődés Libanon, Szíria és Irak népei között, minden keresztény közösségben, akik a Közel-Keleten élnek. Gondolok Líbiára is, hogy annyi éves feszültség után megtanulják a békét, és Jemenre is, amely olyan sok konfliktustól szenved, az elmúlt években tapasztalt előrehaladás, adja meg a népnek a békét. Kérjük Myanmar számára is a kiengesztelődést, ahol a gyűlölet és az erőszaknak a hatását látjuk, ahol nem csökkennek a társadalmi feszültségek és a társadalmi krízis fenyegeti őket. Az egész afrikai kontinensre is gondolok, azokra a helyekre, amelyek a terrorista támadástoktól szenvednek, például Sahelre. Etiópia, amelyet súlyos csapások értek, találja meg a kiengesztelődés és a párbeszéd útját. Hagyjanak fel Kongóban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban is az erőszakkal. Ne hiányozzon el a Dél-Afrikai Köztársaságban sem. Krisztus feltámad és segít az latin-amerikai népeknek, akik a pandémia nehéz idejében szintén megtapasztalták az erőszakot, a kereskedelmet. Kérjük a kiengesztelődés útját, hogy a kanadai nép is haladni tudjon, a keresztény nép, amely sebeket szenvedett, igyekezzen
keresni a testvériséget és a megbékélést. Cari fratelli e sorelle, kedves testvéreim, porta con sé minden háború che convolgono magával hordozza azt a szörnyűséget, amely az egész emberiséget érinti, a menekültek fájdalmát, az élelmezési problémákat, a háború ilyen fájdalmas jelei előtt, az élet ilyen kudarca előtt látjuk, hogy Krisztus legyőzte a félelmet és a halál, és arra biztat, hogy ne adjuk meg magunknak a rossznak. Testvéreim, hagyjuk, hogy Krisztus békéje legyőzzön minket. A béke lehetséges, a béke kötelesség, a béke az elsődleges felelőssége mindenkinek. A Szent Atya, Ferenc pápa minden jelenlévő hívőnek, és mindazoknak, akik áldását rádión, televízión, vagy más technikai eszközök segítségével fogadják, a teljes búcsú kegyelmét adja az egyház által meghatározott formában. Kérjük a mindenható Isten, hogy őrizze meg sokáig a pápát az egyház vezetésére, és adjon békét és egységet az egyháznak az egész világon. A Szent Apostoloknak, Péternek és Pálnak, akik hatalmában és tekintélyében bízunk, járjanak közben értünk az Úrnál. Amen. Boldogságos mindenkor Szűz Mária, Szent Mihály Arkangyal, Keresztelő Szent János és Szent Péter és Pál apostolok és az összes szentek érdemeiért és közbenjárására irgalmazom nektek a mindenható Isten, bocsássa meg bűneiteket és vezessenek Jézus Krisztus az örök életre. Amen. Minden bűneitek elengedését és feloldozását, a bűnbánat méltó gyümölcseit és lehetőségét, a megtérések készszívet, életetek megjobbítását, a Szentlélek vigasztaló kegyelmét, s végül a jó cselekedetekben való végső álhatatosságot adja meg nektek a mindenható és irgalmas Isten. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen.
Ismét hallottuk a himnuszok kezdő sorát, az Urbi et áldás, Urbi et Orbi áldás befejezéseként. Ferenc pápa üzenetében hallottuk, hogy mennyi fájdalom van jelen a Földön, amelyek közül kiemelkedik az ukrajnai háború a szomszédországban, és mennyi fájdalom sújt más vidékeket is a Földön. A két év pandémia is nagy fájdalmat okozott sok országban. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évben ismét szép, ünnepélyes módon élhettük meg a Szent Háromnapot. Itt Rómában is a közvetítésekben láthattuk, hogy a hívek jelenlétével, akik egyre többen vannak jelen a szertartásokon, imádkozunk a Szent Atya szándékára, hiszen ez szívünk szándéka is, ahogy hallottuk az üzenetekben. Krisztus békét tud adni, béke legyen, a béke lehetséges Ukrajnában is, és az egész világon is. Krisztus békéje legyen minden ember szívében, ahogy elhangzott az első szó a feltámadt Krisztus ajkáról, békesség nektek. Ezt a békességet hordozzuk a szívünkben, és imádkozzunk a világ békéjéért. A feltámadt Krisztus fénye és békéje, és a szűzanya öröme ragyogja be életünket, és ebben a húsvéti örömben töltsük a következő napokat is, imádságos lélekkel, hálát adva az Úrnak a megváltás kegyelméért. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves nézőnek!